Zúgolódnak a pécsi társasházak közös képviselői. Nyilatkozatot kért tőlük a vízszolgáltató a házakban lévő órákról. De a képviselők kifogásolják, hogy jogi kikötést tesz ebben a tettje. Polgári és büntetőjogi felelősségünk tudatában nyilatkozzunk mi arról, hogy az összes lakásba hiteles és szakszerű, vízmérő, mellékvízmérő van felszerelve. De arról is be kell számolniuk a szolgáltatónak, ha valaki már legalább 60 napja nem fizetett a vízért. Büntetőjogi felelősségünk tudatában nyilatkozzunk, hogy nincsen 60 napon túli tartozása senkinek. És ezt nem is tudhatjuk, hogy van, mert... És nem is tudhatjuk, mert igazából személyiségi jogokat is sértünk ezzel. A közös képviselők szerint nincs elég információjuk, hogy ki tudják tölteni a nyilatkozatot. Amikor arról nem tudunk, és a mai napig nem jött Istennek, ha valakinek több mint 60 napos tartozása van. A lejárt órák, 11-es lejárt órákról úgy tudom meg, hogy a lakó szól, hogy neki le kéne cserélni az óráját. A működés így nem fog működni. Volt, aki azt mondta, hogy a szolgáltató miatt alakult ki ez a helyzet. Hogy önök nincsenek tisztában a saját fogyasztóikkal, nem egy társaság esetében visszautasítom a számlát, mert rossz az elszámolás. Egy kormányrendelet végrehajtása miatt forrnak az indulatok. Márciustól azokban a házakban, ahol minden vízkivételi helyen hiteles mérő van, nem számlázhatja ki a szolgáltató a főmérő és a mellékmérő közötti különbséget. Ehhez azonban egy nyilatkozatot kér a társasházaktól a pécsi vízszolgáltató. Amiben az szerepel, hogy polgári jogi, meg büntetőjogi felelősségükbe kijelentik, hogy nincsen 60 napon túli tartozóházba, és senki nem lopja elvileg a vizet. Nagy Emil szerint ehhez nincs elég információjuk a közös képviselőknek, ráadásul nem jutnak be minden lakásba, hogy ellenőrizzenek. Ezért érzik úgy, ők lesznek majd a bűnbakok, ha kitöltik a nyilatkozatot, és kiderül valakiről, hogy lopja a vizet. A büntetőjogi felelősség az a nyilatkozattétel időpontjában áll fenn, de a társasházi képviselő az, aki a ház nevében nyilatkozatot tesz, ő van megbízva, hogy a ház ügyeiben eljárjon. Csöngei Adrián azt mondja, a szándékos károkozásra, vagyis a szándékos vízlopásra vonatkozik ez a kitétel. Nem kell félniük a közös képviselőknek. Eddig 450 társasháztól érkezett nyilatkozat a szolgáltatóhoz. Azok, akik ezt nem adják le, ott kiszámlázzák a főmérő és a mellékmérők közötti különbséget.